A 2021-es tervezet következtetéseit levonva és a lakosság igényeit figyelembe véve hálózatbővítés bevezetését tervezik a közösségi közlekedésben. A tervezet szinte az összes város részt mindegy 350 ezer kilométerrel bővítenénk ezzel a hálózatot. Ez egy teljesen új koncepció, hiszen itt nem a meglévő eszközszámból indulunk ki, hanem annak a bővítéséből, és az össz teljesítmény is növekedne. Így nyugodtan elmondhatjuk, hogy alapvetően ez, ez egy nagyon komoly hálózat bővítést jelent, egy több mint 10%-os hálózat egészét nézzük, szinte valamennyi városrészt érinti. Ennek eredményeként csökkenhet az átszállások száma, és könnyebben megközelíthetőek lesznek a nagyforgalmú helyek, mint például a vasút, a kórház és a belváros környéke. Járatsűrítéseket is terveznek, amelyek érintik majd többek között a 13-as, a 40-es és 41-es buszmenetrendjét. Két dolgot vettünk igazából most figyelembe. Egyrészt az intermodális csomópont várható őszérindulása, indulása, amely befolyásolja a vasútállomás decentrum jellegét és funkcióját, így a 30-as járatokat fogja majd ez érinteni, illetve megpróbáltunk olyan párhuzamoságokat kiszűrve a hatékonyságot növelni bizonyos városészekben. Így gyakorlatilag most elmondható, hogy szinte minden városrészből közvetlenül jutás lesz majd belváros, a a vasútállomás és a kórház tekintetében. Minden mellett bővül majd az üzemidő is, így éjfél környékén is el lehet jutni a legtöbb városrészbe. Bevezetnek egy kettes számú új buszjáratot is, amely kisfaludról indul, érintve a kórházat és a vasútállomást, a végállomása pedig a Sóstó bevásárló központ lesz. A menetrend tervezet a székesfehérvár.hu per menetrend bővítés 2022 oldalon érhető el, ennek kapcsán pedig a képernyőn látható e-mail címre várják az észrevételeket. A végleges menetrend április közel Várható, és a tervek szerint a nyári időszakban vezetik be.